ki lesz ez a cserje, még az a neve is, hogy sem fű, sem fa, ami olykor az utak mellett függönyszerűen omlik le. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, egy olyan cserjét nézünk meg, akinek a testvére nálunk akár invazív fajként is előfordul, majd nézünk erre mindjárt példát, a Lycium barbarum, az ördög cérna, amit még sem fű, sem faként is ismerek, ennek a testvére a Lycium kinensis, aminek a termését fogyaszthatjuk el, vagy így nyersen, vagy aszalva, ő a goji bogyó, talán így ismerjük. Nagyon sok mindenre alkalmazzák, főleg Ázsiában, nagyon sok aminósavat tartalmaz, antioxidáns hatása is nagyon jelentős, és az immunrendszert is erősíti. Milyen családba tartozik, de ezt majd a virágát megnézzük a következő képen, igen, vagy a következő kisfilm részleten. Egyenként vagy kevés tagú bogas virágzatban fordul elő. Igen, ez az ismerős virág azt sugallja, hogy már volt hasonlóval dolgunk. Így van, eltaláltuk a krumpli félék közé, a Solanaceae családba tartozó fajjal van dolgunk. De miért érdekes ez? Várunk egy kicsit, és megnézzük, hogy ez lesz a végleges szín, amit tud produkálni. Ez egy bogyó termés lesz, igen. Történelmi pillanat következik, mert a Lycium barbarumnak eddig nem mertem megenni a termését. Úgy tudtam, azt tanultam egyetemista koromban, hogy mérgező, ami állítólag igaz is, addig, amíg nem pirosodik be, tehát előtte azért nem javasolt a fogyasztása. Hát lehet, hogy aszalva finomabb. Kell hozzá egy kis elhivatottság, úgy érzem, hogy ebből sokat fogyasztunk így nyersen. Én elég elhivatott szoktam lenni. Kicsit olyan, mintha a paprika paradicsom megromlott állapota is benne lenne ebbe az ízbe. De tudom, hogy nagyon fontos és jó, és ezért eszem. És ezzel egy kicsit el is árultam, hogy milyen családban tartozhat krumpli félék a Solanaceae. Köszönöm szépen!